Az őzek párzásakor a bak a saját területén lévő sutákat hajtja. A nyár vége vadászati szempontból fontos, azonban veszélyt is jelenthet, ugyanis a hímeknek a viselkedése kiszámíthatatlanná válhat. Bambinak nevezzük egyébként a Walt Disney rajzfilm miatt, de egyébként ez egy nem a gímszarvasról van szó, hanem egy őzről. Hát a nászuk, hogy mondjam, boszorkánykör. Ez egy jellegzetes hátrahagyott nyom, ahol úgymond megtörtént a borítás. Ilyenkor a sutát nagy erővel a bak úgymond kergeti, és egy ilyen körülbelül ilyen 2-3 méteres körbe-körbe futnak, és akkor egy idő után megtörténik a borítás, illetve hát az együttlét. Az üzekedés alatt nem csak a táblával jelölt szakaszoknál találkozhatunk az állatokkal. Ebben az időszakban a sofőröknek ezt is figyelembe kell venniük a sebesség megválasztásánál. A közutakon fokozott figyelemmel kell lenni ezekre az állatokra is, hiszen nagyobb számba jelennek meg a közutakon, ami fokozott balesetveszélyet jelent. Amennyiben üzet látunk a közutakon, akkor mérsékeljük sebességünket, vészfékezzünk, készüljünk fel az ütközésre, és amennyiben láttunk egy vadat, valószínűleg követni fogja egy második, illetőleg harmadik, tehát figyeljünk a többi állatra is, illetőleg ne rántsuk el a kormányt, hiszen ezzel a zárokba, vagy pedig a szembejövő járműveknek ütközhetünk. Vadgázolás esetén hívjuk a rendőrséget. A szakemberek az érintett vadásztársaság értesítéséről, az elpusztult állat elszállításáról, valamint az ilyenkor szükséges további teendőkről egyaránt gondoskodnak.